Befejeződött a szüret, és már a paprika szárítása zajlik a bátaszéki családi kisüzemben. Itt készülnek Bárdos Viktor különleges, 100%-ban kézműves szószai, melynek egyike európai elismerést szerzett. A Great Taste Awards 2020 elnevezésű versenyt a Gasztronómiai Oszkár Gálának tartják. Idén a gála elmaradt, de az elismeréseket kiosztották. Bárdos Viktor baráti unszolásra indította három szószát a versenyem. Az egyik nagyon erősnek nyilvánították, tehát azt mondták, hogy szinte lehetetlenül erős, ő a, ő, a, ő a Berzerker szósz, a másikkal pedig a fekete csipotla szószommal indultam, ahol egyetlen egy negatívumot írtak a színét, tehát volt, akinek nagyon tetszett, hogy fekete, tehát azt írták, hogy bátor volt, valaki pedig azt mondta, hogy hú, hát fekete. De az íze és a, az összetevőknek az aránya azt mondta, tehát azt elismerték, hogy nagyon finom, tehát úgy szerintem a szín nem csúsztunk el. A csipot lefantázia nevet kapott szósz 23 összetevőből áll. Hogyha egy Michelin csillagos séf megdicséri, hogy az arányok nagyon jók, tehát nagyon jó a sósság, nagyon jó az édesség aránya, és nagyon kellemes a csípősség, és ehhez nagyon jól passzol a füstösség, akkor én azt hiszem, hogy akkor kihúzhatom magam, mert tehát elértem azt a szintet, hogy, hogy egy, egy Michelin csillagos séf is meg, megdicséri azt a terméket. Bárdos Viktor elmondása szerint gyakorlatilag az esélytelenek nyugalmával indult a versenyen, így nagy öröm és meglepetés volt neki az elismerés. Magyarországon 65 díjazott volt, ebből 38-an kaptak egy csillagos minősítést.